Szeretettel köszöntjük a Vertebra Alapítvány hát videoblogjának vagy videósorozatának nézőit. A múlt csütörtökön kezdődött ez a sorozat Cseh Frank László doktorúra, amikor a gerincfeldülés konzervatív kezeléséről volt szó. Ebben a részben Tunyogi Csapó Miklós gerincsebész a vendégünk, a Pécsi Tudományegyetem szakembere, és ebben a részben kifejezetten csak a gerincfeldülés műtéti kezeléséről lesz szó. Ezügyben, vagy ebben a témában várjuk a kérdéseket is, és ezt fogjuk hát egy bevezetőszerűen körbejárni, tehát most még csak érintőlegesen fogjuk feltárni ennek a területnek a kérdéseit. Én elsőként erre a rendkívüli helyzetre tekintettel arra kérnélek, hogy egy pár szóban, hogyha elmondanád nekünk azt, hogy mi a helyzet most a Pécsi Egyetemen, és mikor várhatók újra rendelések, meg műtétek. Ebben a fél évben. Jó, én még várom a visszajelzést, hogy a videónkat jól lehet látni és hallani. Én nagyon rosszul hallak, úgyhogy én arra kérlek a magam részére, hogy egy kicsit hangosabban beszélj kérlek, és akkor mindenképpen kezdjük el a szakmai kérdéseket körbejárni. Szerintem indítsunk onnan nagyon röviden, hogy mi a gerincfeldülés, mi az, amikor súlyosnak tekinthető egy gerincfeldülés, tehát már sebészhez kerül egy páciens. Gerincfeldülés az a definíció szerint akkor beszélünk gerincfeldülésről, amikor a szemből nézve az úgynevezett koronális vagy frontális síkon a gerinc elfeldül, elkörbül, nézzük szemből a gerincoszlopot. Ez egy normális esetben teljesen egyenes oszlop, abban az esetben, amikor kitérő oldalirányba szemből nézve a gerincfeldülés. Gyorsanak, hát ugye ez azért nehéz kérdés, mert ugye már ismerünk kell a mérési rendszereket, általában egy röntgen alapján indítjuk meg a súlyossági fokot, az úgynevezett pompokkal mérjük a gerincfertőzéseket. A megegyezés szerint a háti szakaszon, ez a sárga csillagokkal jelzett terület, az 50 fokot indítjuk meg annak a határnak, amikor már műtétet indítjuk a pácienseknek. Az ágyéki és a háti ágyéki átmenetben egy kicsit szigorúbb fokot, inkább a 40-45 fokot ezeket De ha jól tudom, akkor nem csak a kopfok határozza meg a... nagyon rossz... Doktor úr, nagyon rosszul lehet hallani ez a visszajelzés többektől. A hang kicsit visszhangzik. Engem tökéletesen hallanak a nézők, úgyhogy a doktor úr, akkor megkérjük, hogy valamit változtasson a laptopon, vagy az eszközökön, mert én is sokkal rosszabbul hallom, mint a próbán. Így jobb a helyzet. Majd látjuk az üzenetekből. Térjünk oda-vissza, tehát hogy van egy 45-50 kopfokos görbület, ami súlyosnak tekinthető, de arra szeretnék rákérdezni, hogy milyen egyéb paraméterek számítanak annál. Tehát gondolok itt a csontérettségre, meg az összes többi ilyen paraméter, ami számít ennek a megítélésekor. Természetesen ez csak egy nagyon egyszerű hozzávetőleges, egy fokra nem indikálunk műtétet, itt egyértelműen a betegnek az életkora, az érettsége is nagyon fontos, valamint az, hogy mennyire romlik ez a görbület. Tehát az egyik legfontosabb indikáció, én azt gondolom, hogy ez egy romlós típusú progresszív görbülete, vagy egy stagnált megálló görbület, hiszen ha nem progresszív, nem romlós a görbület, akkor nem feltétlenül indikálunk műtétet, még a határban lévő esetekben sem. Tehát ez az egyik legfontosabb szempont. Talán válaszok egy kicsit
külön a gyerekeket és a felnőtteket, mert szeretném amúgy is előrejelezni, hogy a felnőttekről egy későbbi, a sorozat egy későbbi részében lesz szó. Tehát beszéljünk csak a gyerekekről, és ugye a Csifrang doktor úrral tisztáztuk az előző részben, hogy ezt talán én is elmondhatom ezt a definíciót, hogy két típusa van a gerincferdülésnek, ismert és ismeretlen okkal kialakult gerincferdülés, és most csak az ismeretlen eredetű úgynevezett idiopátiás szkoliózisról beszélünk, ezt kérlek erősítsd meg, és akkor ezen belül beszéljünk most a gyerekekről, ugye jobbára tinédzsereket láttok, hogyha jól gondolom, kisgyerekeket, tinédzsereket. Hát az összes generációval találkozunk, de elsősorban az ismeretlen etiópiáról, az idiopátiás görbetekről beszélünk, akkor elsősorban a serdülőkori korosztás serdülőkkel találkozunk ezzel a problémával. És akkor náluk hogy alakul a csontérettség, meg mit hallanak ugye a szülők riszerjáról, meg a lányoknál a ciklus meglétéről, vagy nem meglétéről, tehát hogy függ össze a pubertás, meg a műtéti javaslat? Tehát, ahogy említettem, megnézzük, hogy mennyire romló a görbe. Amikor először találkozunk egy serdülővel, elvégzünk egy röntgenvizsgálatot, és utána indikálunk vagy konzervatív, vagy operatív kezelést, de természetesen ezt mindig megelőzi egy utókövetés. Hát általában az első találkozást követően egy 6 hónap múlva visszahívjuk kontrollra a beteget, és azt látjuk, hogy romlott a görbülete, és már meghaladtuk a műtéti indikációt, akkor ennek a mértékétől függően indikáljuk a műtét sürgősségét. Tehát ha ez nagyon gyorsan romlik ez a görbület, akkor előbb indikálunk műtétet, ha nem nagyon változik, vagy lassan romlik, akkor még tudunk várni ezzel a műtéttel. És ilyenkor mindig megítéljük, hogy mennyire érett a gyermek. Általában ugye a Risser jelet használjuk, hiszen az előttünk van a röntgen felvétele, jól látható a csípőlapátnak, a másodlagos csont magjának a megjelenését követjük. Azt mondjuk általában, hogy Risser 3-as stádium felett már elvégezhető az úgynevezett fúziós műtét. Ez olyan 13-14 éves életkort jelent a serdülő lányoknál, és összefüggésben van igen a menzesszel, illetve a ciklus megjelenésével. Általában azt mondjuk a betegeknek, hogy másfél-két évvel az első menstruációjuk után már elvégezhető ez a fúziós műtét. Ezeket mind nagyon alaposan vizsgáljuk. Uh-huh. És van-e fájdalmuk ezeknek a pácienseknek? Az ismeretlen eredetű, tehát az idiopátiás gerincferdülés, az nem fáj. Ez egy nagyon típusos jellegzetes vonása, hogy nagyon-nagyon ritkán jeleznek fájdalmat a páciensek. Ha van fájdalom, az nagyon gyakran a labockatájon egy izomfájdalmat jelez, általában jobb oldalon, hiszen ezek leggyakrabban jobbra a görbülnek el, ezek az idiopátiás görbületek. És a jobb oldali labockatái fájdalom az egy jellegzetesen megjelenő fájdalom a gerincferdüléses pácienseknél. De általában fájdalmatlan egy enyhe görbület már. Oké, és hogyha egy kicsit másképp kérdezem, hogy akkor ez nem fáj. Én ugye ezt nem mondtam el, meg talán nem is biztos, hogy fontos, de én magam ugye egy gerincműtött páciens vagyok. Én éltem egy relatív nagy görbülettel, és többnyire azt is látom a munkám során is, hogy mindenkit, minden érintettet ugyanaz zavar, ami engem is, hogy már pedig a külső képe ennek a betegségnek, vagy ennek az elváltozásnak, meg ez a pszichés érintettség. Tehát oda akarok kiukadni, hogyha nem fáj ez a görbület, és lehet, hogy megáll a romlás is, és akkor mi az a leggyakoribb ok, amit látnak a sebészek is, meg amit tapasztalnak, hogy miért szeretnék a gyerekek a műtétet, vagy szeretnék-e a gyerekek a műtétet? A gyerekeket a leggyakrabban maga a deformitás zavarja, tehát főként ugye a borda deformitás, és az aszimmetria ez, ami őket a leginkább. Tehát általában semmilyen panaszuk, légzőszervi panaszt nem szoktak említeni. A váll elváltozás, tehát a vállbalansz probléma, ami őket leginkább valamint, hát a borda deformitás. Ez az egy, amivel igazából foglalkoznak. Igen, és én is ezt tapasztalom, csak azért sohajtok, hogy igazából a gyerekek
az én meglátásom szerint teljesen mindegy, hogy hány évesek, 12-14 évesen ugyanolyan egyértelműen rámondják a műtétre, hogy szeretnék. A szülők jobbára azok, akik ugye felmérik ennek a kockázatát, meg a felelősség is rajtuk van, ők pedig ugye a félelmekkel küzdenek. Talán előreugrunk egy picit, de most nekem így adódik ez a kérdés, hogy mi az, amitől a leginkább félnek a szülők, mit hallanak erről a műtétről, ehhez képest mi a valóság, és milyen valódi komplikációk vagy nehézségek adódhatnak erről ennél a műtétnél. Ez egy nagyon, nagyon komplex kérdés. Nagyon komplex, én is így érzem. Én azt gondolom, a szülők rettegnek leginkább, tehát ebbe meg tudunk egyezni, mindig jobban félnek, mint a gyerekek. És mindig azt látom, hogy nagyon, nagyon félnek dönteni. Tehát az első kérdés, hogy ők szeretnék a műtétet, arra a szülő sokkal nehezebben válaszol, mint a gyerek. A gyerek mindjárt mondja, hogy ő szeretné. Főleg az édesanyák azért ezt nagyon óvatosan kezelik, ezt a döntést. És hát sokan vannak, akik nem ismerik meg hozni. Tehát ugye mindig amíg a gyermek 18 évet nem tölti be, addig a szülő felelőssége ez a döntés, és hát sok családnál azt tapasztaljuk, hogy a szülő nem ismeri ezt a döntést felvállalni, hanem a gyerekre bízza, hogy majd felnőtt korában ő vállalja ezt a műtétet. Ha pedig vállalják, akkor nyilván a legfőbb félelmük az mindig a bénulással összefüggő. Tehát ez az első kérdés mindig, hogy megbénulhat-e a gyermek. És hát mindig igyekszem megnyugtatni a szülőket, hogy erre nagyon kevés az esély, főleg a mai világban, amikor már azért minden gerincfertőzéssel foglalkozó centrumban használják az ideg monitorozást, tehát az nevezett neuromonitorozást, ami egy nagy biztonságot ad a sebésznek, és azt gondolom, hogy tényleg ezrelékes nagyságrend, de főleg egy standard idiopátiás görbület korrekciójánál a bénulás a mai világban az már 1000-ből néhány esetre kitehető. Ez a legfőbb félelmük. A másik, amitől félnek nyilván, hogy utána milyen lesz a mozgásuk, tudnak-e sportolni, mennyire lesz merev a hátuk, mit jelent ez az ő életükben, ez az egész, mekkora változást fog eredményezni, úgyhogy ezeket kell hosszasan végigbeszélni a betegekkel és a szülőkkel. Most itt ez a jó lehetőség, hogy egy videó formájában el lehet mondani ezt az összeset. Mi erre a válasz, vagy te mit válaszolsz egy rendelésen erre, hogy milyen lesz az életük műtét után, meg a mozgás, mit veszítenek, mit nyernek? Hát mindig azt szoktam mondani, hogy azt tudni kell, hogy ez egy merevítő műtét, tehát ott, ahol fémeket, csavarokat, rudakat helyezünk a gerincbe, az a szakasz az nem fog mozogni a továbbiakban, tehát ezzel számolni kell, de azt nézzük, maga a gerinc ferdülés is elmerevíti a gerincet, egy rossz helyzetben lesz merev a gerinc későbbiekben, úgyhogy mi művileg egy korrigált helyzetben merevítjük ezt el. Ez természetesen azért jelentős változást hoz a betegek életében, viszont nagyon jól megszokható, nagyon jól tudnak vele együtt élni. Nagyon sokszor ez teljesen fájdalmatlan a gerincük, és lényegében az veszik el, hogy nem tudnak úgynevezett ilyen kismacska kukosítást végezni a hátukkal, hanem egy egyenes háttal tudnak hajolni ezzel a gerinccel, és nagyon jól megtanulják. Én azt szoktam észrevenni, hogy egy évvel a műtét után már úgy le tudnak hajolni a lányok, hogy szinte nem is lehet észrevenni, hogy meg vannak operálva. Főleg, ha egy laikus nézi a strandon akár egy gerinc operált kislánynak a mozgását, én nem hiszem, hogy meg tudja mondani, hogy meg van operálva a gerinc. És milyen tapasztalat? Igen, mondjuk ezt szeretném, ha még egyszer hangsúlyoznánk, mert ez mindig elsikkad, és nagyon nehezen megy át ez az információ, hogy egy súlyos, tehát műtéti esetnek számító gerincferdülés mindenképp merevvé válik, és azon a szakaszon mindenképp beszűkülnek a mozgások, tehát ez a félelem, ez ha mondhatjuk így, alaptalan, mármint az, amikor kérdezik mindig, hogy de hát akkor merev lesz a hátam, meg nem tudok lehajolni, mert azon a szakaszon, az érintett szakaszon így is úgy is rigiddé válik. Egy idő után így van, tehát serdülőkorban még nem, de felnőtt korban nagyon jellemzően a gerincfeldüléses hát elmerevedik, csak egy rossz helyzetben. Igen, jó, hogy csak görbé, mert az, igen. Bocsánat, hogy a konkáv, tehát a görbület belső oldalán a kis izületek, ahol összeérnek, ott összecsontosodik, és egy nagyon rigid merev deformitás lesz felnőtt korban. Uh-huh. Igen, ez fontos, így akartam mondani, hogy elmerevedik, de legalább görbén.
ami legalább csúnya is, és tehát mozgásában kimondható, hogy nem veszít mégis a hosszú életét tekintve a páciens. A végállapot szempontjából így van. Jó, mert ez... Egyenes és jól mozgott, tehát nagyon jól együtt tudnak élni a műtött házukban a lányok. És mit tapasztalsz, vagy milyennek a kontrollvizsgálatok, hogy milyen sportot végeznek? Milyen életük van a műtét után? Én általában mindig azt javaslom, hogy egy évvel a műtét utánig kell óvatosan élniük, amíg nem lesz teljes a funkciójuk. Az első fél évben különösen óvatosan, és utána nem szoktam korlátozni, úgyis nagyjából mindenki tudja, hogy mi az, amit tud csinálni a gerincével, mi az, ami kényelmes, mi az, ami elviselhető, és semmiféle korlátozást nem szoktam tenni. Tehát ezt a gyógytornászok nem mindig szeretik, ezt tudom nagyon jól. De nagyon sok beteg van, aki triatlonozik, nagyon sok beteg van, aki versenyezett a fúziós gerinccel, és nagyon nem szeretem, amikor leállítjuk a gyereket, és betegségtudatot építünk vele. Én azt gondolom, hogy használni kell a hátukat, és hogyha kialakulnak problémák, mert ugye lehetnek problémák hosszú távon, azokat meg fog oldani 10-20 évvel a műtét után. Ja, értem. Igen, én sem értek ezzel egyet. Én többnyire azt mondom, hogy lájtosan megkészülni még arra néhány évtizedre, ami előttük van, meg azokat a néhány porckorongot megőrizni, mert én így 18 év után azért már érzem, hogy terhelődnek a megmaradt porckorongjaim. Tehát, hogy egy tinédzser gyerek lehet, hogy el tud menni a szigetre végigugrálni egy napot, meg lehet, hogy 20 évesen lefut egy triatlont, vagy egy maratont, de 30 év vagy 20 év múlva, persze meg lehet oldani, értem, sebészileg, csak nem biztos, hogy szeretnénk egy-két műtét után újabb műtétet, de valóban én ezt páciens oldalról egy kicsit másképp látom, és azt is tudom, hogy igen, a gyógytornászok is. Picit lehet, hogy eltúloztam, de azért picit. A tapasztalatom az, hogy a szülők rettenetesen féltik utána a gyerekeket, komolyra fordítva a szót, és inkább mindent lóvják, és borzasztóan korlátozzák minden nevű örömteli tevékenységben, és ez egy nagyon rossz irány, mert pont azt látom, hogy sokszor még fél évvel, vagy egy évvel a műtét után is szinte nem hajolnak előre, nem emel fel semmit, tehát úgy hozza magával a gerincét, ahogy megoperáltuk, és semmit nem csinál. Tehát így ugye az a lesorvad az izomzat, sokkal rosszabb helyzetbe kerül, mint hogyha tényleg használja ezt a hát. Úgyhogy én inkább próbálom bátorítani, mert tudom, hogy úgyse fognak annyira. Ja, úgyse fognak maratont futni. Igen. Jó. Mert nálunk mondjuk az a legjellemzőbb példa, hogy az alapítvány nyári táborában rendszeresen, most már évek óta megjelenik például egy srác, akit egyébként te operáltál. Ő ugyanúgy végig focizza, végig biciklizi, végig ússza a programokat, amik éppen adódnak. A gyerekeknek mondjuk ez borzasztó jó példa, hiszen nem kell sokat beszélgetni, hogy arról, hogy mit lehet csinálni a műtét után, hiszen látják a veledeket mondjuk tényleg egész nap futni, szaladni, focizni, fáramászni. De igen, én a szélsőségektől, meg az extrém dolgoktól azért én magam részéről óvnék mindenkit. De többnyire azt látjuk egyébként, ami szerintem az eddigiekből kiderült, hogy minden értelemben felszabadulást hoz, vagy egy érzelmi, meg mindenféle ilyen értelemben, egy pszichés értelemben egy felszabadítást, vagy egy felszabadulást hoz a pácienseknek, felnőtteknek is, gyerekeknek is a műtét. Tehát, hogy jól élik meg. Tehát többnyire ti sikeres műtéteket, meg jó megéléseket láttok. Ez egy nagyon fontos gondolat, én ez az, amiért csináljuk ezt ilyen lelkesedéssel, mert azt látom, hogy azért 100 betegből 95-nél abszolút pozitívak a visszajelzések, megváltozik az életük, egy teljesen kinyílt személyiség, boldog, szomorú szeművel találkozunk, hogy először és egy év után egy teljesen megváltozott személyiséggel érkezik, úgyhogy mindig csak azt tudom mondani, hogy akárki bevállalta a műtétet, mint senki szinte nem látta meg. Nagyon-nagyon az, aki azt mondja, hogy nem csinálná végig újra ezt a nehéz utat. Ezt én is megerősítem. Úgyhogy arra a gondolatra térjünk vissza egy másodpercre, hogy említetted, hogy a szülők nagyon félnek. Ezt ugye én is tapasztalom a műtéti felkészítő beszélgetésekben, bár én azt is tapasztalom, hogyha nagyon részletesen, és például ez a videó is egy jó alkalom lehet erre, ha nagyon részletesen végigmegyünk azon, hogy mi történik a kórház előtt, a kórházban, közvetlenül a műtét után, otthon, pár hónap múlva,
akkor a sok-sok információ miatt megnyugszanak, és nekem nagyon sok olyan tapasztalatom van a munkámban, hogy nagyon félve jött egy család elutasítóan, ők meghallgatnak engem, de biztosan nem vállalják a műtétet, és a beszélgetés végén úgy álltak föl, hogy köszönjük szépen, megnyugodtunk, valószínűleg vállaljuk a műtétet. De hogy most ennek kapcsán beszéljünk egy picit arról, hogy mi történik azokkal a görbületekkel, meg gyerekekkel, ahol mondjuk akár félelemből nem vállalják föl tinédzser korban a műtétet. Tehát milyen romlás, vagy progresszió, vagy fájdalom várható, mert ugye nagyon sokan úgy érzem, hogy félreértik, és például azt hiszik, hogy ugyanolyan ütemben fog romlani a gerincferdülésük, ahogy a pubertás idején. Ez is egy nehéz is. Tehát nem lehet rá egyszerűen választani, hiszen minden gerincferdülés azért másképp viselkedik, legalábbis nagyon sokféleképpen tudnak viselkedni, de ez teljesen egy alaptér is, hogy a nagy romlás az főleg a pubertás alatt történik, és amikor a csontos érettség befejeződik, akkor lelassul a romlás. Sok esetben meg is áll. Az is azért, azt se lehet egyértelműen kijelenteni, hogy az összes 50 fok fölötti görbület egyértelműen romlik felnőtt korban, mert ugye ezt mondjuk főként műtét indikációnak, hogy azért állítjuk meg a görbület romlását műtéttel, mert egyébként a csontos érettség után is romlanak ezek a deformitások. Ez a nagy többségben igaz. Azoknál az eseteknél, amit az előbb is említettem, akiknél összecsontosodik a belső oldal és a kis ízületek merevednek, őnáluk már nagyon nem szoktunk romlást látni. És ezek lehetnek akár 60-65 fokos görbületek is, és ha megáll ez a deformitásnak a progressziója, akkor ez akár így, amennyiben nem okozza jelentős légzés funkciós romlást a deformitás, akkor akár hagyható is, hogyha elfogadható az esztétikai állapot a betegnek. Ha viszont nem áll meg a romlás, akkor azért azt látjuk, hogy lassuló ütembe, de az élet végéig is akár romolhat. Ez ugye a tankönyvi adatok alapján olyan 1-2 fokot jelent évente egy standard romlás, és hát ez egész addig romlik, amíg össze nem roskad a gerinc. Tehát amíg hozzá nem ér a bord a kosár a medencéhez, az úgynevezett rossz összeroskadt gerinc állapot, egészen addig tart ez a romlás, és hát bizony egy 65 fok felett mondjuk azt, hogy körülbelül elkezdődik az, hogy romlik a légzésfunkciós állapot, és hát 90 fok felett éljük el azt az állapotot, amikor már súlyos légzés és keringési szövődményekhez vezethet egy gerincfertőzés. Mármint. És ekkor már azért fájni is szokott, tehát azért az is fontos, hogy felnőtt korban, ha nem operáljuk meg a gerincet, akkor azért előbb-utóbb ezek a kis ízületek kopnak, tönkre mennek, és bizony megjelenik a fájdalom. Azt pontosítsuk egy picit, hogyha jól gondolom, hogy a 60 fok feletti görbületek a háti szakaszon, vagy tehát a mellkasi szakaszon, mert azért az, akinek a derekában van egy 60 fok, az nem okoz légzési paraszt, ha jól gondolom. Ez nagyon, és köszönöm is, hogy erre kitérünk, mert ugye van, nehéz ilyen ennyire egyszerűsíteni a dolgot, de igyekszem, hogy így van ez a háti görbületekre, de ugye a nagy része azért egy háti görbület is társulhat a szkoliózisoknak. A legjellemzőbb a háti szakaszon a görbület, vagy a torakorumbál is a háti ágyéki átmenet, és hát ritkábbak a ágyéki szkoliózisok, de mármint az operatív ágyéki szkoliózisok. Igen, csak nekem is panaszkodott már valaki ezzel, hogy neki nagy az ágyéki görbülete, és biztosan ezért nem kap levegőt, és ezeket azért gondolom, hogy jó helyre tenni. És akkor még azt szeretném, hogyha még egyszer megfogalmaznánk, hogy azért mindezzel együtt le lehet élni egy életet. 60 fokkal, 80 fokkal. Tehát, hogy nem hal bele senki. Azért az, hogy riogat, nagyon sok kollégám sajnos riogatja a beteget azzal, hogy egy 55 fokos görbülettel, hogy úristen, hogy rövidebb lesz az élete, meg nem kap majd levegőt. Azért ez nem igaz. Tehát egy 50-60 fokos görbülettel teljes életet lehet élni. Itt a pszichoszomatikus, tehát a lelki tényezők, amik rosszabb életminőséget vezetnek. Ezt szoktuk is mondani, hogy így van, az 50-60 közötti görbület azért az főleg egy esztétikai probléma, valamint hát egy megelőző szerepként is csináljuk a műtétet, hiszen ha nem operáljuk a háti szakaszon ezt a deformitást, azért az jelentős hatással van az ágyéki gerincre is, és azért jelentősen korábban jelentkeznek a degeneratív, fájdalmas, kopásos gerincfelváltozások felnőtt korba, ha úgy hagyjuk a görbületet. Közben van egy kérdés, amire szerintem én reagálnék, csak azért, hogy ne maradjon ott megválaszolatlanul. A romlás, amit elmondtál, az igaz a veleszületett rendellenességekre is,
de annyiban szeretnék csak én válaszolni erre a kérdésre, hogy a vele született problémákról, tehát a kongenitális szkoliózisról egy más alkalommal fogunk beszélni. Tehát az, amit a doktor úr eddig mondott, meg amit a következőkben mond, az nem vonatkozik a csigolya fejlődési rendellenességes gyerekekre, mert ők egy teljesen speciális csoport. Tehát, így van. Nehéz is arra két mondatban, de én azt gondolom, hogy arról beszéljünk majd később. Az egy másik, most el szeretem volna választani, tehát hogy most a gyakoribb, az úgynevezett ismeretlen eredetű, azok a gyerekek tartoznak ide, akiket jellemzően korzettel kezelnek, ugye a kisebb görbületeknél, csak hogy mindenki értse, hogy kikről beszélünk. Itt egy mondattal talán térjünk ki arra, amit szintén nem sokan tudnak, hogy attól, mert tinédzserkorban van mondjuk az ideális műtéti időpont, vagy a csontosodás vége felé, ez a műtét ez végezhető felnőtt korban is. Természetesen a műtétet bármelyik életkorban el lehet végezni. Gondolom, van a legidősebb betegünk 75 éves. Úgyhogy... És ő korrekciós műtétet kapott? Igen. Jó. És boldog? Boldog. Jó. Jó, hát oké. Csak egy nagyon picit, mert szerintem erről is majd külön beszéljünk egy más alkalommal, de hogy minden életkorban ugye ezt mondtad, azért itt számít a műtéttechnika minden életkornál, most a nagyon fiatalokra gondolok, hogy ott is van megoldás, és nagyon jó megoldás van, de náluk ugye máshogy épül föl a műtéti kezelés, a növekedő rendszerre gondolok. Így van. Tehát ugye itt a csontos érettséget érintettük, a Risszer 3-as stádium alatti csontos érettségű gyerekeknél nem végzünk fúziós műtétet. Ennek egész egyszerűen az az oka, hogy ezek a gyerekek még növésben vannak, és ha merevítünk hátul egy gerincet, amelyik még nőni fog, az természetesen elől a csigolya testeknél nem fogjuk tudni teljes mértékben blokkolni a növekedést, és el fog egyszerűen csavarodni a gerinc, ezt hívjuk úgynevezett fogaskerék effektusnak. Ha hátul blokkolok egy növekedést, az elől el fog csavarodni, és egy sokkal rosszabb helyzetet kapok, mint amiből indulunk. Úgyhogy ezeknél a gyerekeknél használjuk az úgynevezett növekedő szisztémát vagy rendszert, ami abból áll, hogy nem végzünk fúziót, csak a görbület alját és a tetejét szoktuk csavarokkal rögzíteni, és egy ilyen teleszkópszerű vagy nyújtható implantátumot ültetünk be a bőr alá, amivel hát sajnos ugye az azzal jár, hogy ez sorozatműtét, tehát évente, fél évente, attól függ, hogy milyen gyorsan növekszik a gyerek, attól függően újra nyújtanunk kell ezeket az implantátumokat. Igen, tehát ez egy hosszú, nagyon hosszú, nagyon nehézkes út. Műtétsorozat, nagy megterhelés az egész családnak, rengeteg kontrollvizsgálat, rengeteg képalkotás, úgyhogy ez egy közel több évig tartó műtétsorozat és kezelés. Igen, vagy akár évtizedik is, mondjuk. Hát én azt szoktam mondani a szülőknek, ami azért jó hír, hogy ugye nagyon pici gyerekek is tudnak nagyon súlyos állapotban lenni, és hogy milyen jó, hogy van megoldás számukra is, meg ugye ezek szerint a tinédzsereknek is, a felnőtteknek is, ami egyébként most ezt nem, tehát valóban büszkeséggel mondom, még nem hangzott el, de ugye Magyarországon 3 helyen elérhető a gerincfeldülés korrekciós műtétje, Debrecenben, Pécsett meg a gerincgyógyászati központban, és ugye 7 vagytok, ha jól számolom, gerincsebészek, akik tudnak ezzel foglalkozni. Tehát a betegeknek óriási lehetőségeik vannak abban, hogy akár a kisgyerekek, nagyobb gyerekek vagy a felnőttek meggyógyuljanak. Így van, én azt mondom, ez egy nagy büszkeség az országunknak, hogy ez ebben a 3 centrumban ugyanazokkal az elvekkel, ugyanazokkal az implantátumrendszerekkel, majd, hogy nem ugyanazzal a technikával végezzük a műtéteket, közös képzésben, közös szemlélettel tanultunk, hogy ezt mindenképp meg kell említenünk Jeszenszky doktornak a nevét, hiszen ő mindenképpen ott áll az összes centrum mögött a szakmai és emberi hozzáállásával, és hát ő neki nagyon sokat köszönhetünk, mind a debreceni, mind a budapesti kollégák. Viszont, ha már ez így szóba került, és mivel veled van a beszélgetés, azért egy problémát ne kerüljünk meg, és erről is értesüljenek a betegek, főleg ugye az apropó, ami miatt most a rendelkezésre tudsz állni ilyen hosszan a betegeknek, az ugye eleve megnöveli a várakozási időt, mármint most itt a járványhelyzetre gondolok,
és ugye Pécsen eleve egy elképesztően hosszú és ártalmas várakozási idő van. Lesz-e ebben változás, vagy mi lehet erre a megoldás? Mert én ugye azt mondom, amit a betegeknek kommunikálok, hogy mi Budapesten és Debrecenben gyakorlatilag hónapokon belül sorra kerülhetnek. Pécset sajnos kialakult egy nagyon hosszú várólista, ami miatt olyan másfél-két évet is várnak időnként a gyerekek, és rendkívül nagyot romlik az állapotuk közben, vagy romolhat az állapotuk közben, ami ugye más műtéttechnikát jelent, nagyobb műtéti szakaszt jelenthet, több kockázatot, tehát mindenképpen a vesztesei ennek a nagy várakozásnak. Hogy ezt te hogy látod, hogy lesz a jövőben, vagy lesz-e változás? Mindenképpen tervezek változást ezen, mert én is azt gondolom, hogy ez így nem jó sem a beteget, meg sem nekünk, hogy ennyire túlterhelt ez a rendszer. Itt egyértelműen kapacitást kell növelnünk ebben, tehát egy olyan szituációt kell kialakítani, amiben nagyobb ütétszám elvégezhető, és hát egyenletesen kell ezt végezni. Tehát nagyon szeretném azt elérni, hogy egy évnél tovább senkinek ne kelljen várni erre a műtétre. Teljesen igazad van abban, hogy azért egy másfél-két év alatt rengeteget tud romlani egy görbület, tehát ha látjuk először egy 50-60 fokkal, sokszor egy 10-20 fokos romlás, vagy akár több is lehet ez alatt az idő alatt. Úgyhogy ezt nagyon szorosan kéne monitorozni az összes gyereket, hogy milyen gyors ez a romlás, és hát a gyorsan romlókat előrébb venni, vagy pedig gyorsabban megoperálni. De egyértelmű, hogy egyszerűen egy olyan centrumot, olyan lehetőséget kell kialakítani, ahol ezt nagy számban lehet végezni ezeket a műtéteket. Ez a fő célom, én azt gondolom, ezt szeretném jövőben. Jó, hát nagyon reméljük tényleg, mert ezzel tehát egy kicsit visszásnak tűnik, ugye, hogy van sok szakember, három központ, és sajnos, és tényleg TB alapon elérhető egy drága, nagyon magas szakmai színvonalon elérhető műtét, és mégis sajnos azért ez sok gyereknek, vagy felnőttnek is akár komoly állapotromlást jelent, úgyhogy én is bízom benne, hogy a jövőben lesz valami kiegyenlítődés. Azt hiszem, ez fontos itt megemlítenünk azt, hogy itt azért egy nagyon fontos szerepe van az altató orvosoknak is. És én azt gondolom, az egyik oka az, hogy nálunk jelentős számban vannak súlyos esetek, hogy egy nagyon jól képzett, jól együttműködő az a orvosi gárda áll mögöttünk, akiknek hát 20-30 éves tapasztalata van ebben. Tehát ez, és ugye egy nagyon nagy szakember hiánnyal küzd az ország anesztes téren is, és ez az egyik ok szerintem, hogy a másik két centrumban nehezebben hozzáférhetőek. Igen, majd a következő részekben lenne szó ugye a felnőttekről, akiket szintén nem minden intézményben vállalnak, a különböző speciális csoportokról, tehát ideértve az ismert eredetű, bármilyen betegség talaján kialakult gerincferdüléseket, gondolok itt a csigolyafejlődési rendellenességes gyerekekre, az SMA-s gyerekekre, a bármilyen szindrómás gyerekekre, az idegrendszeri sérült páciensekre, és így tovább. És azt gondoltam, hogy majd akkor ott egy kicsit hosszabban kitérünk, hogy náluk ez az altathatóság, meg az aneszteziológiai kockázatok, azok miért ilyen magasak, vagy miért növekednek, meg miért jelentenek óriási kihívást egy szakmai tímnek. Beleértve a gerincsebészt is, meg az altató orvost is, úgyhogy erről majd egy következő műsorban, vagy minek hívjuk ezt, a következő videóban lesz szó. Mivel már egy fél órája tart ez a videó, én azt gondolom, hogy így befejezésül, és hogy még majd ide ültessük a következőre is a nézőket, csak egy pár szóban, tényleg csak így nagy vonalakban, hogyha azt mondanád, hogy egy jó képpel fejezzük be, hogy körülbelül mennyi időt töltenek, most még mindig visszatérve a tinédzserekhez, tehát a tinédzserek mennyi időt töltenek a kórházban, jellemzően hogy épülnek föl a műtéti napok, mikor kezdenek el mozogni, mobilizálódni, iskolába mikor mennek vissza, és csak tényleg így érintőlegesen, hogy néz ez ki. Ja, de hát egy standard idiopátiás ferdülő esetét, ha vesszük, én azt gondolom, hogy egy 5-6 napos kórházi bentfekvéssel lehet számolni, tehát egy hétfői műtétet pénteken vagy következő hétfőn tudunk hazaengedni. Általában az első 1-2 nap az, ami jobban fájdalmasabb, ekkor még általában kábító, fájdalomcsillapítókat is adunk a gyerekeknek. Amennyiben
jó a vérképe, tehát nem szédül, nem gyenge a gyerek, amit egy után, akkor másnap már felültetjük, felkeltjük. A második napon már általában mindig mobilizáljuk, felkeltjük az ágyból, és hát a harmadik, negyedik nap az, amikor elkezdenek igazán sétálni a folyosón. A negyedik napot szoktam mindig látni, hogy akkor már mosolygósabbak, boldogabbak kicsit. Az első három nap azért hiszegősebb, fájósabb. A negyedik napon már szépen önállóan elkezdenek sétálni, és amikor szép a sebük, nem lázasak, minden egyéb funkciójukat önállóan el tudják látni, akkor engedjük. Mindig azt látjuk, hogy amennyire ijesztően nagy ez a műtét, de annyira jól viseli ez a korosztály. Tehát tényleg egy serdülő az fantasztikusan gyorsan regenerálódik, másnap már szinte sokkal ügyesebben veszi azokat az akadályokat, mint egy felnőtt beteg. Úgyhogy ha egy hét után, hat nap után hazamegy, az első három hónapban szoktuk elsősorban, főleg a sétát javasolni a rehabilitációra. Nem nagyon szeretem a rendes rehabilitációs kezeléseket, mert néha előfordul, hogyha egy aktív tornával kezdi a rehabilitációt a beteg, akkor ki tudnak lazulni ezek a csavarok. Tehát nagyon óvatosan kell az elején azért kezdeni, hogy főleg az a szakasz alján elhelyezkedő csavarokra figyelünk. Az első három hónapban szigorú a rehabilitáció szempontjából, főként csak séta és óvatos torna, és én azt gondolom, hogy ugye 6-8-7 az, amit otthon szoktak tölteni. Tehát egy 6-7 után már könnyedén tudnak menni iskolába. Sokszor előbb is van, amelyik gyerkőc már harmadik héten visszamegy egy néhány órára, de azért azt elvárni, hogy 8 órát fönt legyen ágyból, az még az első 6 hétben azért nehéz. Hát igen, azt szoktuk látni, meg tanács szinten, és azt, én is azt szoktam mondani, hogy fokozatosan, tehát hogy tényleg csak az első dolgozatokra, egy-két órára, és akkor utána fokozatosan, nyilván nem cipelhet, nem emelhet, meg kell oldani, hogy az iskolatáskáját elvigyék az iskolába. A kérdés az, hogy busszal jár, autóval, mely sétatávolságra van az iskola, de valóban minden módon meg lehet ezt oldani, tankönyveket bent lehet hagyni az iskolában, az osztálytársak is segítenek, de valóban egy 4-5-6 hét, és ugye tanulni meg közben lehet, tehát igazából nincs az, hogy a gyermek lemarad a tanulmányaival, vagy nagy isten évet ismétel, meg ilyenek, mert ugye régen, mondjuk 30 éve ezek után, a műtétek után egy év iskolaszanatórium és gipszágy volt a kezelési mód, ha jól emlékszem, és nyilvánvalóan évismétléssel az iskolában. Úgyhogy ebből a szempontból is nagyon jó a mai gyerekeknek. Igen, és hát az még mindig megvan, hogy mindenki júniusban szeretné a műtétet iskola végzés után, úgyhogy erre próbáljuk mindig mondani, hogy nem kell évet ismételni, ez egy nagyon fontos. Igen, 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 meg hogy tényleg nagyon hamar vissza tudnak rázódni, ugye egy pár hónap után nagyon lassan mozog, mármint ilyen sportolás, vagy nagyobb sétákat, túrákat, biciklizést, úszást el lehet kezdeni. Ugye iskolai testnevelés alól felmentettek, azért azt szerintem mondjuk el. Igen. És a teljes felmentést kapnak egy évig. Jaj. És aztán pedig egy fél év, egy év múlva pedig, miután a gerincsebész jóvá hagyta, akkor már sportolhatnak, amit szeretnének. Így van. Jó, hát ha nem is triatlon, de valamit, amit szeretnének. Ne felejtsük, hogy a gyerekek nagy része nem is szeret most sportolni, meg mozogni, úgyhogy nem az a legnagyobb veszély, hogy triatlonozik. Jó. Jó. Hát én nekem elég, hogyha egy gyerek mozog, meg tényleg vigyáz magára. És szerintem minden folytassuk egy hét múlva, amikor kérdések szerint, vagy amiről mi úgy érezzük, hogy nem került szóba, természetesen visszatérünk még erre a típusú gerincferdülésre, de szó lesz minden egyéb típusú gerincferdülésekről is, meg a felnőttek helyzetéről, a pici gyerekek helyzetéről. Úgyhogy én megköszönöm, hogy rendelkezésre álltál, meg hogy... Nagyon köszönöm. Folytathatjuk ezt a lehetőséget. Igazán kérdést én most még nem látok, de ha érkezik, akkor azt a következő részben megbeszéljük. És nagyon köszönöm a nézőknek is a figyelmet. Egy 60-valahányan követtek minket élőben, ha jól látom, de ez a videó visszanézhető később, úgyhogy reméljük, hogy hasznosnak fogják találni. Köszönöm szépen!